Na, de most aki következik? Hölgyeim és uraim, Szabó József, Zafír menedzser és GLT tag. Képzeld el, Tibor, hogy igen, amikor először kapcsolatba kerültem a Forever Living-gel, és láttam, hát egy kicsit, egy nagyon picit diszlexiás vagyok, és olvastam egy, tulajdonképpen egy ilyen nevet és titullust. És én úgy olvastam, például Szabó Józsefet, hogy Zafír menedzser és LGT tag. Mondom, hát ennyire menő, hogy itt LGT tagok is vannak. Picivel és együtt játszott ő is. Pici bácsival együtt játszott. Aztán kiderült, hogy még menő, mert GLT tag. A következő előadó a Forever Living Products kelet-európai régió hálózatának alapítója. 1995. decemberében találkozott először a Foreverrel. Egy év alatt érte el a menedzseri szintet, és 99. decemberében már Zafír menedzserként köszönhettük. A következő szó összetételen egy kicsit összevitáztatunk Tiborral. A Global Rally-n, én Rally-nek mondom. Global Rally. Rally. Tegye fel a kezét, aki szerint Rally. Az az autós Rally. Kevés, még. És Global Rally. Köszönöm. Sziasztok, hello, szia, puszi mindenkinek. Levezettem a műsor, semmi baj. A Global Rally-n, a cég egyik legnagyobb globális rendezvényén GLT és LGT tagként ünnepelhetjük már évek óta. Nagyon szép. Hisz abban, hogy a Forever a szabadság üzlete, ahol a lehetőségek korlátlanok. Azt vallja, hogy segítenünk kell másokat, így létrehozhatunk egy jobb világot, ahol élvezhetjük a szabadság nyújtotta előnyöket, és az elismerést is. Én elismerlek téged. Mi ketten itt mindjárt lemegyünk, és elismerjük egymást, így ameddig az előadó elmondja a mondokáját. A színpadon tehát köszöntsük szűnni nem akaró ovációval, tapssal, Szabó jó József, Zafír menedzser és GLT tagot, alapítónkat, büszkeségünket. Előadásának címe Most és mindörökké! Na jó Isten áldjon benneteket, örülök, hogy látlak benneteket, most és mindörökké. És tesszük ezt 25 éve, és nagyon örülök, hogy ennyien összegyűltünk, és de jó, hogy újra látlak benneteket, jó emberek. Hát figyeljetek ide, a következők történtek. Sokszor unalmamban kerestem egy újságot, ami körülbelül most és mindörökké, de mindig aktuális lesz. Jegyezzetek meg egy dátumot, és mivel sokan vagytok újak, és minden újszülöttnek minden vicc új, így beszeretném mutatni nektek ezt az újságot. Ez valamikor 1994. Hűha, az nem ma volt, ugye? Most és mindörökké aktuális, hiszen 94. 6. hónapban megjelent egy multilevel marketing magazin. Így van? Az van odaírva? Így van? Na most 94, ha jól emlékszem, én 95. decemberében ismertem meg a Forevert. Tehát ez 94. 6. hó, onnan, ha számolunk, azt mondja, kb. 15 hónap, és egy MLM újság Magyarországon magyarul, és 15 hónapig ez az újság több tízezer példányban teszi a dolgát az emberek közt, az emberek fejecskéjével. És van benne egy cikk. Forever Living a siker útján. 94. 6. hónap. A következőket írják. Az esély, hogy eljuss Salzburgba, csak egyik a Forever Living adta lehetőségeknek. Hiszi a piszi.
Az amerikai cég 1978-ban alakult, és network marketing útján értékesíti, időzőjelbe, aloe vera alapú gyógyászati és kozmetikai termékeit. Hát akkor még a gyógyászati szót 94-ben le lehetett írni. Értitek? Tehát most már változott a világ. Egy a lényeg, hogy 94. hatodik hónaptól több tízezer példányban jelenik meg ez a MLM magazin. Tudjátok, akik már MLM-eztek, tudod? Azok közt terjedt ez az újságocska. És ezt elolvasták az emberkék, és egészen másfél évig nem csináltak vele semmit. Senkit nem érdekelt a South Fork, az aloe vera meg pláne. Érted? Ugyan ezer éves múltja van, de hát lehet, hogy most találták ki. Értitek? És egyszer csak az én bugyuta agyamból, meg a szponzoréból, Anton Gajdójéból kibukott az, hogy azt mondta nekem, hogy te figyelj ide, van itt egy egészen új cég. Senki nem ismeri. Ez így van. És 95. decemberétől elkezdünk valamit vele csinálni. És ennek a hozadéka vagyunk ma mi, barátaim. Egy óriási nagy tapsot nektek. Másfél évig senkit nem érdekel ez a lehetőség. Értitek? És itt nem magamat akarom fényezni, mert ha nincsenek Berkics Miklósok, ha nincsenek Krizsó Ágnesek, ha nincsenek megszállott őrültek, akik hisznek az álmaikba, akkor még mindig várhattuk volna, hogy mikor hiszi el valaki, hogy ezzel a lehetőséggel valamit lehet kezdeni. És volt olyan gyerekek, 96-ban már, aki azt mondta, hogy túl késő van. Értitek? Túl késő van. Már ebből nem lehet semmit kihozni. Értitek? És volt, aki 2000-ben csatlakozott a rendszerhez, és gyémánt üzletet épített föl. Így van, Halmi István. Jól mondom? Értitek? Tehát ti újak, kik vagytok itt újak? Hagyj nézem meg. Újak, magasabbra. Álljatok fel. Álljatok fel, az összes többi meg tapsolja meg. Gyerekek, hát mi létezünk élőbe is. Nem csak online, hanem élőbe. És biztos vagyok benne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, így van. Mi létezünk élőben is, nem csak online. És egyszer sose felejtem el, erről jut eszembe rövidesen, újak, ha nem lesztek ott porecsen. Értitek? Ha nem lesztek ott porecsen. Én olyat teszek, hogy miért teszek, azt nem merem mondani. Érted? De olyat tennék, gyere el, mert nem az az ember fog bemenni porecsen, abba a csodálatos, szép környezetbe, abba a kastélyba, abba a szállodába, abba a teátrumba. Nem az az ember fog, az az ember megy be, aki ma vagy, de nem az fog kijönni, érted? Egy egészen más ember fog kijönni. És ha te most azt hiszed, hogy itt aloe verát adogatunk össze-vissza, nem, barátaim, az aloe vera egy eszköz, hogy te emberileg, gondolkodásmódodban elindulj egy átalakulás irányában, és minden szint, amit teljesíteni fogsz, minden kihívás a maga pozitívumjával, a maga negatívumjával, az segít neked egy másik emberré válni. Értitek? Ez egy folyamat. Ez egy folyamat. Erről jut eszembe. Most jöttem haza Kragujevácról, képzeljétek el. Péntek este ott voltam, még 17:30, Berkics Miki a hiteles tanúja rá, mert ő is ott volt. És 17:30 vége volt az előadásomnak, 17:45 beültem a kocsiba, a határon csak 4 órát kellett volna várakozni, ha nem mentünk volna el Bácsalmás fele.
és hajnal 3:30-kor Nyíregyházán, a gíroszosba, a párommal ettünk egy állati jó gíroszt, gyerekek, mert a szemünk kopogott az éjségtől, érted? Mert jönni kellett haza, mert a barátomnak megígértem, hogy a kislányának ott leszek az esküvőjén. Ez volt a múlt héten. Foreveres esküvő, úgy, gyerekek. Foreveres. Most meg, ha jól emlékszem, hivatalos vagyok oda én is. Ez egészen hajnal 2:00-ig tartott, gyerekek. Most. Értitek? Úgyhogy egy kicsit félrebeszélnék, az nem a véletlen műve. Érted? Befolyásoltság alatt vagyok még mindig. Értitek? Ez egészen 2:00-ig tartott. Gyorsan kialudtuk magunkat 5:30-ig. 6:00-kor beültem a kocsiba. Még szerencsé, hogy az autópálya csóron voltam, gyerekek. Nem csórón, hanem csóron. És ott voltam, mert a Krizsoáginak a kislánya megtisztelt, hogy hát férjezhet már, most mit csináljak vele? Hát ha ilyenkor van a lakadalom, meg ilyenkor van a sikernap, egyiket se lehet elhalasztani, gyereke. Értitek? És hazamentem 6:00-kor, 7:00-re hazaértem, 8:30-ig kialudtam magam, és most újra itt vagyok. Teljes. Csak a oxigénpalack nincs a hátamon, gyerekek, de csak ez a ketyere, amitől olyan hangos tudok lenni. De enélkül is elég hangos voltam, úgy éjjel 2:00. Tehát nincsenek megoldatlan feladatok, gyerekek. Csak feladatok vannak, értitek? Ti újak. Ebbe az üzletben mindennel fogsz találkozni, érted? Lesz benne így, és van egy rossz hírem. Lesz benne így. Aztán megint így, megint úgy. Nekem még így sose volt. Tudod, így sose volt fölfele. Csak mindig így. Így van. Régiek. Azt szokták mondani, hogy a változás veled kezdődik. Így van, Nagy Kati? Velünk kezdődik, így van. Emlékszel rá, amikor együtt húztunk csizmát? Nem a hadseregbe, hanem a foreverbe. Így van, Katikám? Így van. Tehát erről van szó, barátom, és is sorolhatnám itt az első sorban az embereket. Istenem, mi mindenen keresztül mentünk, és itt vagyunk. És arra kérlek, ha most kezded az edzést, a hálózatépítést, akkor ne félj, te egy minőségi életet képviselsz, még akkor is, ha nem éled azt. Ha ma még nem éled azt, de el kell, hogy hidd magadról, mert a kitartásod eredménye az, ahol 5-10 év múlva leszel. Állítsd elő magadnak egy jobbított változatát. Erről jut eszembe, azt mondja nekem, Stevo, te Józsikám, ezt a poént már elsütöttem, egy páromán tudják itt az első sorban, de az újaknak mondom, azt mondja, te Józsikám, amúgy is aktuális, érted? Te Józsikám, mondja Stevo, tudjátok a szerbiai gyémánt. Azt mondja nekem, te Józsikám, a múltkor beszéltem egy barátommal, azt mondja, hogy te Stevo, én nem szeretem a pálinkát, nem. Nem. De tudod, mikor megiszok egy stampóval, akkor előjön belőlem egy másik ember, az meg kurvára szereti. Na gyerekek, tehát a változás állandó az ember életébe. Ki a pálinkától változik egy kicsit, ki meg amúgy, ha most a foreverbe csinálja velünk, és kim van az edző mérkőzésen? Gyerekek, ez az egész üzlet egy nagyon nagy edzés. De rendezvények nélkül, képzések nélkül nem működik. Tehát nagyon szépen megkérlek, ha most vagy itt először, akkor tudjad, hogy mi lesz doktor meghatározó, hogy mikor lesz a következő. Ha nem jön a negyedik hullám, habár Berkécsi Miki mit is mondott Porecsen valamikor? Ha? Ja, az a foreverbe egy új hullám. Nem ugyanaz a hullám, ugye?
Jó, van, már keverem itt gyerekek, de csodálkoztok. Hát még nem vagyok annyira kipihent. Tehát így van, emlékeztek, ki volt ott, amikor a Berkis tanár úr megmutatta, hogy még hullám következik. Így van? Kik itt az újak? Miki hanyadik hullámnál fejeztük be? A háromnál? Gyerekek, akkor most jön a negyedik hullám. Az újak teszik ezt. Gyerekek, az újak teszik ezt. Jön a negyedik hullám. De remélem, hogy nem Covid ügybe, hanem forever ügybe. Mert a váltóbot itt van a kezünkben. Szeretnénk nektek átadni. Szeretnénk nektek átadni, hogy ne csak én legyek itt a színpadon, ne csak az én közvetlen vezetőim legyenek itt, ne csak azok az értékes emberek, akik keményen letettek az élet asztalára, hanem azok is, akik most itt vannak. Csak nagyon szépen kérlek, hogy kalkulálj, jó? 25 éve. 25 éve vagyok itt. 25 évvel ezelőtt találkoztam azzal a csodálatos emberrel, aki ma már nincs köztünk. És én úgy gondolom, hogy mindnyájan, akik itt vagytok, méltó örökösként visszük tovább azt a gondolkodást, amit tőle kaptunk. Mert a Forever, a Rex gondolkodása most és mindörökké aktuális. És az is marad. És teljesen mindegy, hogy hogy gondolkozol erről. Gyerekek, 42 éve vizsgázik ez a cég, vizsgázik a rigójáinkból. Tudod, hogy amikor én kezdtem, én is azt néztem, hogy mikor fognak becsapni. 25 évvel ezelőtt, december 20-án lesz 25 éve, nem történt meg, barátaim, nem történt meg, érted? Mert rosszak voltak a gondolataim, tudod? Arra kérlek, hogy változz. Itt változ, és próbálj meg saját magadon úgy segíteni, hogy áttételesen más embereknek segítesz. Tudjál róla, ha egy lipszet vesznek, mert tudom, hogy ezzel fog kezdődni. Ez is olyan nehezen fog menni, érted? A legelején, az első lipsz, gyerekek, az első gél. Ráadásul az íze az, hát... Nem Martini Bianco, az biztos. Érted? De működni fog, érted? Nálad is működni fog, az embereknél is működni fog. Gyerekek, hálás lesz neked ez a termékcsoport, tudod? Ha méltón képviseled. Hálás. Nagyon hálás, értitek? Tehát legyen kitartásod és kemény akaraterőd, hogy végigmégy ezen az úton, és végig is fogod csinálni. Én nagyon bízom benned, tudod? Nagyon bízom benned, hogy Porecsre nem csak te jössz el, új! Ha? Hogy összejön, ne? Tehát újak. Most, ha innen elmégy haza, tudom, hogy nem lesz könnyű. Beszélj 10 emberrel. Porecs nem egy óriási összeg. Gyertek el, mert úgy jársz, mint a pálinkás ember. Meg fogsz változni egy picit. Hazafele jövet. És elindul a zsizsik benned, hogy mi lenne, ha ez neked sikerülne. Garantálom, hogy neked ez sikerülni fog. Oké? Garantálom. Biztos vagyok benne, ha lesz kitartásod végig csinálni. Érted? Nincsenek problémák a Foreverbe, barátaim. Csak megoldatlan feladatok. Tudod? Mindent végig tudsz csinálni. Mindent az ég adta világon. De legyen hozzá egy kis szufla, tudod? Terhelhető legyél, nyitott legyél, gondolkozz ezen az üzleten, miért van ez 42 éve? 42 éve örök igazság, hogy létezünk, gyerekek. 42 éve. Bízzatok a Rex örökségében. Olyan emberek viszik tovább a cégünket, mint az előbbi úr is, aki itt volt, a Peter Butz, aki egész Európát mozgatja. Olyan vezetőitek vannak, amik még nem voltak 25 évvel ezelőtt nekem. Én még csak úgy kezdtem.
Tudjátok, mikor kérdezték tőlem, te bejön ez a cég? Hát, tudod, fő a határozottság. Hát, lehet. 35-ször jártam meg Németországot. Lehet. Figyelj csak ide. És? Jó. Kóstold meg. Volt, aki megmerte ezt tenni, és életben maradt. És amikor kérdezték, hogy te, életben maradok? Hát, lehet. Értitek? Mi táplálék kiegészítőket forgalmazunk, értitek? És egy a lényeg, hogy azt mondtam, hogy én, azon van egy ár és jövedelem. Tehát legyen tartásod az üzlethez. Mondom, azon van egy ár és jövedelem, tudod? Azt hiszed, hogy én azzal játszom? Azt hiszed, hogy nekem ez egy ár és jövedelem? Nem. Nekem ez egy küldetés, tudod? Nincs az a pénz, amért én a becsületemet besároznám, értitek? Nincs az az ár és, amért én neked olyan ajánlanák, ami neked nem jó. Gyerekek! A doktor Kovács Margit a mai napig itt van az üzletben. Így van, doktor néni, ha itt vagy. Az Isten megáldjon. Értitek? Erről van szó, barátaim. Így van, Katikám, hogy így volt annak idején. Nem így van? Na, erről van szó. Tehát bízz ebben a cégben most és mindörökké. Mert ez a cég, amilyen értékrendet képvisel, és képviselt, az most és mindörökké aktuális lesz. Érted? Ha itt vagy velünk, ha nem. És arra kérlek, ha ma eljöttél, ha ma nagy nehezen volt, aki téged el tudott ide cipelni, mert megszántad. Megszántad, ugye? Figyelj ide, kezdj el máshogy gondolkozni erről a dologról. Arra kérlek. És menj azután a vezetés után, aki téged képvisel, aki ott van a szponzorvonalon fölfele, aki a javadat akarja. Úgy van itt, úgy vagyok én is itt, hogy maximálisan hiszek ebben a cégben. Értitek? 25 éve, mert a 25 év alatt soha nem történt olyan, ami ne az érdekünkben történt volna. Na és akkor orvosok, most figyeljetek, jó? Figyelj ide. Intravénásan. Jó hangzik, nem? Figyeljetek ide, egészen 24 évig infra volt. Nem? De most már intravénásan. Ha rám kötnének intravénásan egy ilyen csövet, és az az igazság, hogy február környékén volt rajtam egy pár cső, de hát mindent túlélünk, barátaim. Mindent az ég adta világon, tudjátok? Mert dolgunk van még itt a Földön. Nagyon sok dolgunk van. Ha rám kötnének egyet, egy ilyen hazugságvizsgáló, tudod? És megkérdeznék, hogy bármit megkérdezhetnél tőlem, tudod, bármit, és nem tudnák neked mást mondani, hogy ez az út a legszebb út. A legszebb út, amit csak elképzelni tudok. Neked is. Én abban vagyok érdekelt, itt az első három sor abban érdekelt, a cég, és ez a kiszolgáló személyzet, aki ezt a komfortot megteremti nekünk, ez abban érdekelt, hogy te boldogulj. Tudom, hogy nehéz ezt elhinni, de vigyázz, mert apámtól hallottam valamikor, hogy ki hogy él, úgy ítél. Paul Gretzky. Forever a siker útján. Másfél évig, 94. 6. hónaptól 95. december 20-ig senkit nem érdekel. Pedig nagyon sok ember azért dolgozik, azért küzd, hogy a családjának megteremtse azt, amitől egy minőségi életet élhet. Arra kérlek, hogy gondold ezt végig, és ne menj el. Carpe diem.
Használd ki a pillanatot. Köszönöm szépen, hogy végighallgattatok. A jó Isten áldjon benneteket, és találkozzunk most, és mindörökké. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!